Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az EU külügyi megbízottjának, Catherine Ashtonnek, illetve az ész miniszternek Urmas Pátnek lehallgatott telefonbeszélgetése valószínűsíti, hogy a majdani mesterövészek nem a megbuktatott ukrán miniszterelnök Janukovics parancsára cselekedtek. A telefonbeszélgetés YouTube-on megjelent felvételét az észt igazinak minősítette. Ebben Pálta befolyásos aktivista, Olga Bogomeletnél február végén tett látogatása után többek között a következőket fejtette ki. Ami nagyon nyugtalanító volt, hogy Olga azt is elmondta, hogy az összes bizonyíték azt mutatja, hogy ugyanazok a mesterlövészek gyilkoltak mindkét oldalon, vagyis a rendőrök és a demonstrások oldalán is. Mutatott nekem néhány fényképet is, és elmondta, hogy ő orvosként meg tudja ítélni. Hogy ugyanarra a kézírásra van szó, ugyanazokról a golyókról. Mesélte Pat az autisztviselőnek telefonon és még hozzátette. Tényleg nyugtalanító, hogy az új koalíció nem akarja kideríteni, hogy pontosan mi is történt. Ezért egyre inkább elterjed az a meggyőződés, hogy a mesterelőszek mögött nem Janukovics állt, hanem valaki az új koalícióból. Catherine Ashton nem tért ki részletesebben Palt kijelentéseire, hanem zavartalanul folytatta a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, tény, hogy a forradalmak halottak nélkül általában nem fejtik ki megfelelő erővel a hatásukat. Hullákra van szükség az események megfelelő kiélezéséhez és a fennálló kormány megdöntéséhez. Ezt számos kormány megdöntésnél megfigyelhettük az egész világon. Az ukrajnai kormánynak semmiképp sem volt szüksége halottakra ezeknél a lázongásoknál. A csak azoknak az erőknek használtak, akik most magukhoz ragadták a hatalmat, hiszen a holttestek az általuk elkövetett államcsínyt törvényesítik. Kedőjelezzék meg a média hivatalos tudósításait, és támogassák az olyan független hírportálokat, mint a Klagemau TV. Viszontlátásra!